Sziasztok, nézzük meg, hogy mit mondanak a lapok. Rövid lesz, de annál jobb lesz, remélem. Most csak húzok, aztán majd utána mondom, hogy mit jelentenek ezek a kártyák. Úgy érzem, hogy valaki elsétált valakitől, lehet, hogy pont te sétáltál el, hisz már eleged van abból, ahogy esetleg viselkedett veled, ahogy hideg-meleg volt, ahogy jött-ment az életedbe, lehet, hogy most elfordulsz tőle. Viszont ez a férfi reméli, hogy hamarosan visszatérsz az életébe. Úgy érzem, hogy benne vagy az álmaiba, benne vagy a kívánságába, és úgy érzem, hogy a kapcsolatgyógyulásnak fog indulni a lovak kelyhekben, az érmék ászában és a király kelyhekben is. Nagyon pozitívak a kártyák. Úgy érzem, hogy lehet, hogy páratoknál ő sétált el, hisz egymásnak a tükrei vagytok. Szeretné megvalósítani az álmait, a céljait, és te vagy az egyik álma, te vagy az egyik célja. Szeretné, ha újra kezdenétek, annak ellenére, hogy probléma van a kapcsolatban, lehet, hogy hátba szúrt, lehet, veszekedtetek, lehet, harmadik személy van, de mégis azt érzi, hogy te vagy a lelkitársa, te vagy az ikertársa, senki nem érti meg annyira, mint te. Úgy érzem, hogy most más szemszögből látja már a helyzeteteket, hogyha nem nincs veled, vagy ha valamiért nem jön mennek a jó a dolgok, és most igazából minden megszépül neki, amiért haragudott, ami probléma volt, most kisütött a nap, és újra szeretne növekedést a kapcsolatban, és büszke akarja, hogy legyél ő rá, szeretne olyan lovagod lenni, aki meg tud neked mindent adni, testileg, fizikailag, beszédben is. Úgy gondolja, hogy reméli, hogy vársz rá, reméli, hogy megbocsájtasz neki, és hamarosan minden rendben lesz. Úgy érzem, hogy a torony időszak azért van, hogy tudjál gondolkozni, hogy mi volt nem jó a kapcsolatban, mi volt ővel a probléma, és magaddal is, hogy mi volt a probléma, és tudjál magadon dolgozni. Úgy érzem, hogy a kártyák jelzi, hogy nem sokára vége lesz a karmának, vagy már vége van, és valami újra kezdődik friss széllel, friss erővel, valami csalódás volt a kapcsolatban, azt látom, de valaki hátba szúrt valakit, lehet te őt, vagy ő pedig téged, és lehet, hogy ezért váltatok el, de mégis azt érzem a részletekről, hogy még mindig szeretitek ezt a férfit, és ő is szeret téged, akkor miért ne lehetne egy esélyt adni? De úgy érzem, hogy ettől függetlenül Isten kezében van a kapcsolat, és Isten tudja majd, hogy mikor kell újra találkoznatok. Úgy érzem, hogy szerződés van köztetek, nincs még a vége a kapcsolatnak, tehát még valami vissza van, amit meg kell beszéljetek, és ha esetleg mégsem jó, akkor pedig el kell mondjátok neki, hogy vége. Úgy érzem, hogy nagyon szomorú vágyakozik utánad, és mindenképpen egy páran ki fogtok békülni, és úgy érzem, hogy meg fogjátok tudni beszélni a dolgokat, mert lehet, hogy rosszat tett, de nem azért tett, mert ő nem jó ember, hanem azért, mert félelmei vannak, és innen-onnan hozott blokkokat régebbről. Úgy érzem, hogy erőfeszítést fog tenni, hogy kibéküljetek, hisz nagyon-nagyon szeret téged, te vagy a lelkitársa. Igen, látom, hogy egy páran külön vagytok, lehet nem beszéltek már egy ideje, ugyanakkor a kapcsolatnak nincs vége, mert még van dolgotok egymással, még nem ismertétek meg egymás 100%-ig, úgy, ahogy az kellene. Úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy addig, amíg válsz, szeresd önmagadat, amikor te jól vagy és ő jól van, akkor tudtok újra egyesülni, mint itt a képen. Úgy érzem, hogy egy párotoknak ajándékot fog hozni, fel fog hívni, hogy igen, itt vagyok, és hogy bocsássál meg, hisz ő az igazi szerelem, és el fogja mondani, hogy mit miért tett, és utána, ha akarsz, megbocsájtasz neki. Mit akar neked még mondani? Az, hogy nagyon-nagyon szeret téged, szenvedéllyel érez irántad, és ez már nem bírja, égeti a szenvedély, és soha nem lehetek boldog nélküled, mással, ha van, nem boldog, rájött, hogy az nem ér te hozzád föl, és most pedig mindent jól fogok csinálni, csak adj még egy esélyt
ne engedj el engem, hisz nem tudok nélküled élni. Tehát láthatod, hogy bármit tett, megbánta, bárhol van, még mindig téged akar. Úgy érzem, amikor az Isten időzítés jó lesz, mikor teljesen eltűnik a karma, és te magadon dolgozó, akkor a kapcsolat következő lépcsőfokra fog jutni, egy párotoknak megkéri a kezét, vagy pedig együtt akar majd élni veled, vagy egymáshoz költözni fogtok, és eltűnnek a problémák, amik bizony voltak, nem kevés, és úgy érzem, hogy a harmadik szemcsakra kinyílik neki, és jobban fogja tudni, hogy a spirit mit is akar üzenni neki, és a szívére fog hallgatni, a szíve pedig azt súgja, hogy telefonáljon, írjon neked, és béküljetek ki. Remélem tetszett, lájkoljátok, osszátok, köszönöm, sziasztok!